A rák elleni küzdelem világnapjának célja, hogy felhívjuk a figyelmet a betegségre, a lehetséges kezelési módokra, és ami a legfontosabb, a megelőzésre. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kalotai Gábort, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnökét. Kezdjük, én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, és örülök neki, hogy lehetőségünk van arra, hogy elmondhassuk mindenkinek a gondjainkat, illetve a segítség adási lehetőségeit. Még mindig elmondható, hogy milliókat érint ez a betegség, ugye? Hát sajnos igen. És nem javul ez a tendencia? Nem, nem, és ez, én azt hiszem, hogy rajtunk is múlik egy kicsit. Többet kellene tenni magunkért, a saját egészségünkért. Ameddig egészségesek vagyunk, addig ezt úgy gondoljuk, hogy minden rendben van, halad a szekér. Csak amikor rájövünk, hogy valami baj van, akkor ijed meg a család is, és mi is. A legfontosabb tényező talán, hát minden betegséggel kapcsolatban a megelőzés. Igen. Amikor rákbetegségről beszélünk, itt milyen megelőzési módokról gondolkodhatunk? Hogy lehet megelőzni ennek a betegségnek a kialakulását? Hát ha tudnánk, hogy a rákbetegség minek a következménye, akkor nagyon egyszerű lenne. Nem sajnos tudjuk. Nem tudjuk, sem mi laikusok, sem az orvosok nem tudják még. Feltételeznek bizonyos rossz étrendi, rossz viselkedési normákat, aminek a következménye. Egyetlen egy nagyon fontos, hogy bármilyen apró jel van, akkor rögtön jelentkezzünk orvosnál. Egy, kettő, a szűrővizsgálatokra el kell menni. Tudomásul kell vegyük, hogy az orvostudomány fejlődésével ezek a szűrővizsgálatok olyan szintre értek el, hogy ma már nagyon korai stádiumban föl lehet fedezni a rákot, és akkor lehet eredményesen harcolni ellene. Említette az apró jeleket. Mely jelek azok, amelyekre felfigyelhetünk? Ugye nagyon sokféle ráktípus létezik, nehéz nyilván most itt egy mondatban mindent felsorolni, de mik a leginkább szembetűnő jelek, amiknél figyelnünk kell? Nézze, én azt hiszem, hogy a női bajoknál megvannak az apró kis jelek, és ezt nem akarom itt részletezni. Mi nekünk, fiúknak szintén vizelési problémáink lehetnek, alhasi fájdalmaink lehetnek, légzési fájdalmaink lehetnek, amit rántunk egyet a vállunkon, ó, felfáztam, ó, megemeltem magam, és ezzel tudomásul veszük. Nem szabad. Egyébként, amit Gábor most az előbb említett, ezek a tünetek, ez konkrétan idősebb korban jönnek ki, a prostatarák tünetek. Hát sajnos el szeretném mondani, hogy nem. Elég sok fiatalember is, és az idősebb embereknél természetesen a prostatánál kialakul ez. És azért mondják, hogy az idősek betegsége a prostatarák. De a prostatával foglalkozni kell akkor is, amikor valamilyen apró kis jel van. Ezekre a jelekre hívom fel a figyelmét, és mindenkinek arra, hogy az egészségünkkel egy kicsit többet kellene törődjünk. Tehát nem szabad tudomásul venni, hogy nekünk hát egy kicsit fáj, vagy valami. Ez nem hipohondria. El kell menni, meg kell vizsgáltatni magunkat, és ezért nyomatékosan felhívnám a figyelmet mindenkinek arra, hogy amikor a szűrővizsgálatok elkezdődnek hölgyeknél, ugye szinte azt mondhatnám, hogy az első pillanattól fogva a növekedés során, de a férfiaknál is 30-35 év fölött igenis el kell menni szűrővizsgálatokra. A Gyógyulj Velünk Egyesület elnökeként minden nap találkozik olyan egyesületi tagokkal is, akik még küzdenek a betegséggel, ugye? Hogy a csodában. Tehát ugye ez az egyesület azoknak a közösségéből áll, akik már gyógyultak, de olyanok is vannak benne, akik még küzdenek most a betegséggel. Igen, igen. Hogyan segítenek egymásnak a közösségben? Három nagyon fontos lehetőségünk van arra. Interneten keresztül előadásokat tartunk most a pandémia időszak alatt. Minden hónapban az utolsó csütörtökön valamiről, valamelyik rákkal kapcsolatban, ahogy a pandémia elindult, úgy volt a légzési betegségekkel kapcsolatban, a májrákkal kapcsolatban volt előadásunk, a figyelem csökkenésével, ugye idősebb emberekről van szó,
a különböző tévhitekről, amikről beszélgettünk. Ez az egyik. A másik az, hogy szakkönyveink vannak. Ezeket ingyenesen mindenkinek a rendelkezésére bocsátjuk. A műsor végén mindenképpen szeretném, hogy vegyenek elő tollat, ceruzát, írják föl a címünket, mert nagyon fontos lenne, hogy aki küld válaszborítékot, beletesszük, elküldjük, nagyon szívesen. Szinte azt mondhatnám, hogy a rákbetegségek valamennyire van kiadványunk, amit orvosok lektoráltak, tehát orvosi könyvek. Arról nem beszélve, hogy a mellékhatásokról is, hiszen a gyógykezelésnek van egy mellékhatása. Igen. Ez a második terület. A harmadik terület pedig az, hogy amíg beteg, addig a betegtársunk tudatosan legyen beteg. Tehát kérdezzen rá az orvosra. Írja fel egy kis szédulára, hogy ő neki milyen szimptomái voltak, amíg nem találkozott az orvossal. És mondjan el, hogy ilyen bajom van, erre mit tegyek? Olyan van, erre mit tegyek? Mert ezek apró kis értékek, de az orvos nagyon jól tudja felhasználni, és direkt arra a fájdalomjelre, vagy arra a mellékhatásra rögtön tud válaszolni. És nem kell szégyelleni, meg kell kérdezni, hiszen a beteg csak azt tudja meg, amit az orvostól hall. Mi betegtársak elmondhatjuk, hogy nekünk is ilyen problémánk van, mi így vagy úgy segítettünk, de ezek a laikus segítségek nem biztos, hogy szerencsések. A szerencsés az, amikor a szakorvos megmondja, hogy mi az ellátási lehetőség. Itt az előbb említette ugye a kezeléseket, ugye többféle kezelés szóba jöhet, amikor már ugye kialakult a baj, de még időben sikerült diagnosztizálni, és akkor el lehet kezdeni a gyógyítás folyamatát. Ugye van sugárkezelés, létezik ugye a kemoterápia. Akik ilyen kezelésen átesnek, ők miről számolnak be, és hogyan lehet például az önök közösségében lelki gyógyulást találni? Hát a legfontosabb azt hiszem, hogy fejbe az ember ne hagyja el magát. Tehát abban a pillanatban, ahogy orvos kezébe került, az orvos-beteg kapcsolat alakuljon ki abszolút bizalommá, és ez a bizalom, ez maradjon meg a kezelés alatt végig. De egyértelmű, hogy a sugárkezelésnek is, és sajnos a kemoterápiának is vannak mellékhatásai. És ezek nagyon kellemetlenek. Hányással, rosszul léttel, bőrpirral, viszketegséggel, sok mindennel járnak ezek a betegségek. Erre vannak a szakkönyveink. Leírjuk pontosan, hogy mit mellékhatásként ezt tudomásul kell venni, mint hogy a gyógyszereknél is, ha végigolvassa azt a tájékoztatót, abban fel van sorolva, hogy mi az, ami várható. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinél. És akkor azt tudomásul veszük, arról nem beszélve, hogy, és most érek rá a harmadik szakaszra, amikor már találkozunk, és összejövünk, akkor tudunk róla beszélni. Egymásnak elmondjuk, hogy te, amikor nekem hány ingerem volt, akkor én ezt meg ezt a gyümölcsöt ettem, és akkor azzal a hány inger megszűnt. Vagy megégett a bőröm, mert sajnos ugye a sugárterápiánál előfordul. Akkor milyen kenőcsöt javasolt az orvos, vagy kérjél kenőcsöt. Szóval ilyen segítségeket tudunk adni. Igen, igen, ehhez csatlakozva, vagy ehhez kapcsolódva kérdezem Gábort, hogy mi van azokkal az emberekkel, azokkal a személyekkel, akik nem merik megosztani a tapasztalataikat, mert hogy szégyellik az, hogy ilyen helyzetbe kerültek. Nekem volt ilyen családtagom, igen. Nem olyan régen, hogy nem akart róla beszélni, például a közeli barátainak, vagy ismerőseinek, sőt, családtagok közül. Én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb lelki segítség, amit az Egyesületünk tud adni. Szóval mi mindnyájan betegek vagyunk, és tudomásul veszük, hogy a betegségnek olyan stádiumában vagyunk, amikor stagnál a betegség, és reméljük, hogy jó sokáig, hát én lassan 10 éve, hogy a rákbetegséget megállapították nálam, és nagyon nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy én teljes életet élek, tehát amennyire lehet, annyira egy ilyen korombeli ember kihasználja ennek a lehetőségét. De aki bezárkózik,
az a legnagyobb rosszat csinálja magával. Mert emészti saját magát, emészti a lelkét, a környezetét, ingerlékeny lesz, nem jó társasággá válik. Ezért hívok mindenkit. Egyesületünk minden hónapban túrát szervez. Kirándulunk különböző városokba, csoportosan együtt elmegyünk színházba. Voltunk a legkülönbözőbb körülmények között, és rettentő jól érezzük magunkat. Vannak akcióink is, ilyen például a 10 000 lépés. A valamennyi betegünk, beteg társunknak, akár kezelés alatt van, akár nem, fogadják el, hogy a mozgásnál jobb gyógymód nincs. Nem véletlenül mondom mindig, hogy a fotel a legnagyobb ellenség. Igen. A mozgás erősíti az immunrendszert, oxitocint szabadít fel az agyban, és még lehetne sorolni, hogy mennyire sok jó hatása van. Arról nem beszélve, hogy kellő módon elfáradunk, és nem tudunk, nem csak arra gondolunk. Ugye séta közben látjuk a madarakat, látjuk a világot, élvezzük az életet, és élvezzük az életet kell. Tehát a napi 10 000 lépés, nehogy azt higgyék, hogy az nagyon sok. Nem sok. Az egy másfél óra kellemes séta, körülbelül 3-4 kilométer. Mert ugye 4 kilométert nyugodtan tudunk sétálni egy óra alatt, tehát másfél órát. Foglalkozzunk ennyit az egészségünkkel. A másik programunk volt most a 45 000 lépés. Ez azt jelentette, hogy 45 000 lépéssel körbejártuk a Földet. És ezzel, tehát ezt a lehetőséget megadtuk mindenkinek, csoportba összeálltunk, és lényegében 45 nap alatt körbejártuk a Földet úgy, hogy kétszer megkerültük a magassági szinten, arról nem beszélve, hogy barátokat szereztünk, ismerőseket szereztünk interneten keresztül, hogy kapcsolódtunk egymáshoz. Tehát ez nagyon fontos, hogy kapcsolódás legyen a közösséghez, és igen, ezért hívunk mindenkit. Holnap a rák elleni küzdelem világnapján, holnap van hivatalosan ez a nap. Mivel készül az egyesület? Hogy fogják tölteni ezt a napot? Hát mindenképpen mozgással. Szóval én el sem tudnám képzelni, hogy a rák ellenes világnapon ne mozogjunk. Egy. Kettő. Nagyon fontos, hogy az egyesületi tagok találkozzunk egymással. Tehát találkozni fogunk, kirándulni fogunk a budai hegyekbe, és én bízom benne, hogy jó idő is lesz. És most következik az, amit kérném szépen, hogy írják le, hogy a címünk az a László Kórház, Tűzmadárház és Gyógyulj Velünk Egyesület. És van egy honlapja egyébként az Egyesületet. Honlapja van, a GVE honlapunk van, ami nagy szeretettel várjuk a kedves nézőinket, arról nem beszélve, hogy visszanézhetik azokat a programokat, amik eddig lefutottak az interneten. Tehát érdemes, arról nem beszélve, hogy hát szeretettel várunk mindenkit a családunkba, a nagy családunkba, hiszen több mint 300-an vagyunk, és egy-egy kiránduláson 30-an, 40-en, legutóbb 65-en voltunk, és kellemes hóesésbe sétáltunk fönn a Normafánál. Tényleg azt mondhatom, hogy a jó Isten is velünk volt, mert odafele havazott, visszafele napsütés volt, úgyhogy gyönyörű kirándulásunk volt. Kalatai Gábor úr, köszönöm, hogy bejött hozzánk. Holnapra akkor mozgással teli szép napot kívánok, ha lehet ilyet, és hát az egyesületi tagoknak, a közösségi tagoknak pedig, aki még küzd a betegséggel, mielőbbi gyógyulást kívánunk. Köszönöm szépen, és önöknek és valamennyiüknek nagyon jó egészséget kívánok, és remélem, hogy találkozunk valamelyik sétánkon vagy kirándulásunkon. Köszönöm szépen!